Valahogy, mintha megszokottnál is feldobottabb hangulatban lenne Peter Wright. Hát, előfordulhat. Csak biztos furcsa neki, hogy följön egy színpadra egy tévés meccsen, és nem a saját bevonulójára, a saját koreográfiára, úgyhogy azért egy picit belecsempészett. Mégiscsak a sajátjából. Megnéztem közben itt a mai napi mérkőzéseket. Összesen hárman zártak eddig 100 fölötti átlaggal. A legjobb átlag a Gervin Price-nak volt. 101,95-ös. Ugye Menszelt győzte le 6-3-ra. Végül is Fangerven is 100 fölötti átlaggal zárta a mérkőzését. Méghozzá 100,6-os átlaggal, tehát éppen hogy 100 fölött van. Illetve hát Mervyn King, aki 100,71-ot ért el Justin Pipe ellen. És jutott természetesen tovább. És hát kíváncsian várjuk Peter Wright, illetve James Wilson mérkőzését. És már lassacskán összeállt tényleg, hogy holnap milyen párosítás szerint játsszák majd a 32 között a meccseket. Ugye ennek a meccsnek a győztese majd a Chris Dobby. Tehát Chris Dobby ellen játszik, aki Reyes győzte le nagyon simán 6-1-re. Holnap még 24 meccset fogunk majd egyébként közvetíteni. Ugye a második és a harmadik körből. És nagyon fontos, hogy a harmadik kör meccsei azok ugye már 10 nyertesek lesznek. Milyen nyilla, játszik már megint! 180! Hát ezt nem tudom, hogy láttam-e már. De ezt a nyilát, most mindjárt jobban megnézem, csak hirtelen nem volt ismerős. Ó, Istenem, hogyha a nyilváltogatás világrekordját kéne fölállítani, akkor ő bizony erősen vezetne. De igazából miért jó ez? De az ember azt gondolja, hogy megszokok egy nyilat, akkor ragaszkodom is ahhoz. Nem tudom, ez... Most lehet, hogy nagyon változatosan hangzik, nyilván gyönyörködted, de biztos... nem feltétlenül lehet ez igaz mondjuk a nyilak esetében. Lehet, hogy kivívom egy-két embernek a haragját ezzel. Én szerintem nem bízik magába kellőképpen, és folyamatosan abban keresi a jobb és a jobb teljesítményt, hogy a nyilait váltogatja. Holott én azt gondolom, hogy saját magában kéne keresni a megoldást. De nyilván ez az ő dolga, és hol vagyok én ahhoz, hogy megmondjam egy ilyen játékosnak, hogy mi a helyzet, de én így látom. Ott a tripla 20. És akkor Bullra nem dobta rá, hiszen nem is kell rádobni 190-en az ellenfél. Inkább egy jó kis kerekítést hozott össze ezzel a harmadik nyillal Peter Wright magának. És akkor most ezzel a három nyillal szeretné befejezni ezt a leget. De már csak egy van, és szektort is kell váltani. Megvan! Megoldja. Egyébként azt hiszem, pont most a legutóbb a torna után, nem is tudom, melyik torna után nyilatkozta azt, hogy most megkérte a feleségét, hogy egy pár napra zárja el a nyilait, hogy eszébe se jusson foglalkozni velük. Vagy legalábbis egy napra biztosan. Azért egyszer megnézném így a készletet, mármint, hogy miből mennyie van, meg hogyan. 180! A második. Nagyon érdekes, hogy Wim Mau szára a dob, ha jól láttam, és ez ugye nem az a... 140! Wilson is dobott egy jó kis 140-est. Ez nem az a gyártó, aki az ő szponzora. Ez elég érdekes. Már láttunk már ilyet. Amikor Adrian Lewis
ugye már targetes volt, és unicorn tollakkal dobált. Át volt rajta firkába szinte a felirat, csak ennyit módosított. 140, jó dob Wilson is. Olyannyira jól, hogy lement 100 alá. Közben a másik táblán Rob Cross már 4-1-re vezet Ron Mühlenkamp ellen. Hoppá, ezt jól lejtette. Nem oda szánta. Na, megcsinálja Wilson, nézzük, tud-e egyenlíteni. Hát így nem. Kell a tripla 19. Megvan. Megvan, és a dupla 20. Bedobja. Kicsit cifrázta a dolgot, mert szektor tévesztett, de megoldotta Wright. Vezet 2-0-ra, és ő kezd. Rá is mennek gyorsan a nyilára. Ráközelítenek. Nem túl jól kezd. Közben itt Molnár Laci barátom jelzi nekem egyébként, hogy ő hallott egy olyan nyilatkozatot Peter Wright-tól erre a nyílt cserélgetésre, hogy azért csinálja, mert amikor teljesen új felépítésű vagy új kialakítású nyilat használ, akkor sokkal jobban odafigyel a fogásra, mint hogyha folyton, ugye, tehát, hogy kvázi elkényelmesedik a figyelme. És akkor itt megint bejön az, hogyha ezt nyilatkozta, akkor ugye itt arról szól a történet, hogy nem bízik a saját koncentrációjába. 140. Mérges, mert elfért volna még ott egy harmadik is a tripla 20-ban. Egyébként van egy ilyen placebo hatás, tehát létezik ilyen, hogy ugye valami újat kipróbálsz, akkor elsőre úgy érzed, mint a úristen, ezzel most aztán tényleg megváltom a világot, csak aztán, amikor az is bele süllyed a rutinba, ugye azt is ugyanannyit használod, mint az előzőt, akkor hirtelen megint nincs meg az az érzés, akkor megint neki jönni kell, elő kell venni egy más típusút, egy hosszabb test, valamit variál rajta, vagy átszereli, de ő többnyire ugye nyilat is cserél egyből, nem csak a szárat, vagy a tollat. Száz-nyolcvan! Szépen gyártja a 180-akat Wright. A tripla 20-ból kijössz. Bizony. Kicsit megkarcolta a triplát. Közben 5-1-re vezet Rob Cross. Na, és dupla 10. Nincs meg. Akkor majd a következő körben valószínűleg meg lesz. Még mindig nincs. Ez ötös. Most nagyon belülre ment, és a dupla ötnek meg alá. Most még kell ott korrigáló nyíl majd. 96-ra. Van rá lehetősége, vagy lesz rá lehetősége. Megvan a tripla a James Wilsonnál. És a dupla 18. Megvan bedobja. Az első. 2-1-re módosít. Közben Ron Mühlenkamp is szépített Rob Cross ellen, és 5-2 az állás Cross javára. One.
Nagyon belelendült most Wilson. Ez is egy 140-es. Ez újabb? Jó. Nem. 125? Az igen. Szemüveg a javából. Komoly genetikai elváltozások. 85. Ah, snakebite-os szemüveg. Jó a tripla. Meg még egyet dob. Na, most jön a harmadik. Most sem jön, de 140. Igen, pipa. Igen, mert mondjuk, hogyha a tripla jött volna, sokkal jobb a helyzete. Igen, 115-re maradt volna akkor. Az jó. Tripla 20-ra, lesz-e esélye Wilsonnak, mindjárt eldől. Igen. Ezt megdobja, 58 marad, de 40-re James Wilson. Az fölötte. Az már jó. Már benne. 2-2. Nem tudott elhúzni Peter Wright tehát. Szünet előtti utolsó leg, 140. Ez nem volt jó. 104 és 05 és 97-42, mégis egál van. 131. Az már szinte biztos, hogy csak holnap fogják lejátszani az Espinel Fanbar nevelt meccset. Igen. Azt tuti. Na persze nem ám úgy, hogy átteszik a holnapi programra, hát, mert még valaki elmenne ezután a meccs után aludni, hanem át fogunk csúszni éjfélre. Bár náluk ugye egy órával korábban van, tehát innentől kezdve ott még fiatal az idő. Ott még pénteken este sor kerül a meccsre. Csak nálunk csúszik be egy szombat hajnalra. Nézzük 147-re Wright. Jön-e a tripla? Jön bizony. Jön-e még egy? A 17-esen. Az is az megvan. Is jó. A dupla 18, de szép befejezés lenne. Megvan! 147, ez gyönyörű. Az bizony. És így aztán Peter Wright 3-2-es vezetésével mennek el szünetre. Deropja a néni.